Aláírást gyűjtött a karcagi piacon Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. Türmer Gyula kiemelte, jó szívvel vállalták az aláírásgyűjtési akció támogatását, hiszen a Munkáspárt támogat minden olyan javaslatot és gondolatot, ami a dolgozót, a munkást és a népet szolgálja. Üdvözlöm Türmer Gyulát, a Munkáspárt elnökét. Itt vagyunk ma Karcagon, minek az apropóján? Munkáspárt egy országos aláírásgyűjtési kampányt indított el. Azt szeretnénk, hogyha Magyarországon a minimál bér 250 ezer forint lenne, és ezért ne kelljen adót sem fizetni. Mi úgy láttuk, hogy a tavalyi koronavírus nagyon komolyan érintette az embereket. Föléjük a tartalékainkat, mindenütt emelkednek az árak, úgyhogy el kellene az a 250 ezer forint. Örülünk, hogy a kormány is hasonlókba gondolkodik, hiszen 200 ezer forintot céloztak meg, de azért a 250 ezer mégiscsak több. Az aláírásgyűjtést egy kis figyelmeztetésnek szánjuk. Mi nem kapunk semmit ajándékba senkitől, magunkról kell gondoskodni, meg kell küzdeni a jobb életért, erre biztatjuk az embereket. Mit szól ahhoz, hogy Karcagon a pártjuk nagy népszerűségnek örvend? Nézze, mi egy nemzeti baloldali és ellenzéki párt vagyunk. Ugye nem vagyunk bent az önkormányzatban, de ettől mi még támogatunk mindent, ami Karcag városának jó. Most jöttem éppen polgármester úrtól, kivel a legutóbbi választáson ismerkedtünk meg, és nagyon kulturáltan tudtunk szót váltani. Nemzeti párt vagyunk, mi kiállunk a magyar nemzeti érdekekért. Ellenezzük azt, hogy az Európai Unió beleüsse az orrát minden magyar dologba. Ne ők határozzák meg, hogy a gyerekeinket milyen szexuális szellemben neveljük, hanem döntsék el ezt a magyar szülők, ne küldjék ide a migránsokat, tehát védjük a magyar nemzeti érdekeket. És ugyanakkor baloldaliak is vagyunk, mi a egyszerű emberért, a dolgozóért vagyunk. Hát nem lehet mindenki milliárdos, vannak szegények is, szeretnénk, hogyha az ő szavuk és érdekük is ott lenne a parlamentben. Mit szól Magyarország politikájához? Nagyon rossz dolog az, amit az ellenzék csinál. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy céljuk van, megszerezni a hatalmat, bármi áron pénzhez jutni, befolyáshoz jutni. Ezért most átmenetileg félretették a nagyon lényeges politikai és ideológiai ellentéteiket. Ebből ténylegesen nem sül neki semmi jó. A 2019-es önkormányzati választások eredménye mutatta, hogy nem tudnak kormányozni. Én Budapesten élek, hát egyszerűen fölháborít, hogy nem lehet közlekedni. A város egyik pontjáról a másikra eljutni másfél-két óra, ez tűrhetetlen. Begyűjtötték a szemetes ládákat, hogy az emberek dühöngjenek azért, hogy nincs hova szemetet dobni, és minden felelősséget a kormányra hárítsanak. Én azon nem helyes, Magyarországnak van megválasztott kormánya, 2022-ig ők fogják ezt az országot irányítani, akkor kell majd véleményt mondani, és most nem ellenkormányt játszani. Az emberek dühítése, ilyen Orbán ellenes hangulat szítása pedig inkább polgárháborús hangulatot kelt, ennek pedig nincs értelme. Nyugodt, demokratikus légkörre, munkára, alkotásra, békére van szükség. Hogyan értékeli a koalíciós pártok összeállását az ellenzék tekintetében és a programját, amit ők ígérnek? Én még a legutóbbi választáson mondtam, hogy ez olyan, mint a borkóstolás. A borkóstolásnál van egy ilyen nagy csöbör, ugye az emberek nem iszák meg a bort, hanem beletöltik. Külön-külön a bor, amit beletöltenek, az még lehet jó is. De mikor már végén megnézik, az moslék. Ez az eredményes ennek az összeállásnak is. Tehát nem lehet az MSZP-t, a Jobbikot, a DK-t, a liberálist, az emberbarát pártot, meg a környezetvédő pártot egy ilyen nagy csöbörbe be lehet tenni. Egyetlen egy dolog köti őket össze, nem szeretjük Orbán Viktort, és szeretnénk tőle a hatalmat átvenni. Ezt még meg is lehet csinálni, de utána mi jön? Hogy irányítod az országot? Milyen beruházásoknak? Ha most összevesznek Kínával, mint ahogy látjuk, hát akkor mikor fog ide jönni a kínai beruházás? Ha Oroszországot megharagítjuk magunkra, akkor nem kaptunk volna a Sputnikot, nem lett volna sikeres az oltás, és sorolhatnám még, hogy mi minden maradna el. És egyáltalán ezt az országot kormányozni, irányítani, fejleszteni kell, az embereknek kell normális életet biztosítani. Szerintem ez nincs benne ebben a koalícióban, erre ők nem képesek.